a szél szól, hogy bolond, aki ül nyugiban. A szél rázza, a padot nem is ég. A szél hív, hogy ki az, aki megy vele falat átugrani tavasz idején. A Pannonvár Színház többször is bemutatta Pakson a Molnár Ferenc regényből készült színdarabot, a Pál utcai fiúkat. Szerette a közönség, mint ahogy bizonyára nagy népszerűségnek örvendett volna az Indula Bakterháza Turai idszínház előadásában, vagy Molnár Ferenc Üvegcipő című vígjátéka épp úgy, mint Szabó Kimmel Tamás Széttépve című koncertszínháza a Csengey színpadán. Mindezek a programok azonban elmaradnak az idén. Az emelkedő Covid esetszámok miatt úgy döntött, vagy úgy kellett sajnos döntenünk, hogy a 2019-2020-as színházi évadot nem tudjuk befejezni. Lettek volna még visszaelőadások, mint a gyermekbérletekből, mind a felnőtt bérletekből. Ezeknek a bérleteknek az árát arányosítva visszafizetjük. A felnőtt Latinovits és Móricz bérlet visszaváltási ára 6600 forint, a diák és nyugdíjas bérleteké 6200 forint, a Domján Edit bérleteket pedig 3300 forintért váltja vissza a Kulturális Központ. Szeptember 14 és 18 között a jegypénztár nyitvatartásában 12:30 és 18 óra között a felnőtt bérleteket tudják visszaváltani, tehát a Latinovits, a Móricz, illetve a Domján Edit bérletet. A következő héten, szeptember 21-től, ugyanígy 12:30-tól 18-ig pedig a gyermekbérleteket. A Csengey Kulturális Központ arra kéri a bérlettulajdonosokat, amennyiben módjukban áll, támogassák az intézményt bérleteik árának felajánlásával. Új színházi évad nem indul, ha a járványhelyzet lehetővé teszi, februárban tavaszi bérletet hirdet az intézmény.